Az elmúlt időszakban folyamatosak voltak a felújítások a Magyar Kanizsai Szociális Központ épületén. Felújították az 1993-ban beépített kazánt, ami által hatékonyabbá vált a fűtés. Javították a tetőszerkezetet, kicserélték a plafonvilágítást, az irodák LED panelekkel lettek ellátva. Folyamatos volt a számítógépek felújítása, elvégezték a digitalizációt. Tartományi és önkormányzati pénzekből családi szobát is kialakítottak. Ez egy nagyon nagy szükség volt, látva azokat a tárgyakat, amelyekkel foglalkozunk, tehát úgy a gyámság, a vállóperek, vagy pedig a kontrollált láthatások alkalmával, a gyerekekkel való és családokkal való foglalkozáshoz kellett egy olyan hangulatot teremtenünk, és olyan eszközöket beszereznünk, amelyek tovább növelik a szakmai munkának az eredményességét, illetve maguk a gyerekek is nagyon jól érzik itt magukat. 20 év után sikerült újra meszelni az egész épületet és befesteni a nyílászárókat. A jövőben tetőcserére és a nyílászárók cseréjére lenne szükség, tette hozzá az intézmény igazgatója. A Magyar Kanizsai Szociális Központ hatványozottan nagy energiát fektet abba, hogy kezelni tudják mindazokat az ügyeket, amik hozzájuk tartoznak. A 12 szisztematizált munkahelyből csak 7 van betöltve. Az önkormányzat úgy segít, ahogyan tud, és ahogyan a törvények ezt megengedik neki, ezért is sikerül minden évben kisebb-nagyobb beruházásokat, eszközvásárlást, valamilyen felújítási munkálatokat támogatni az önkormányzatnak, plusz ugyebár szerepet vállaltunk a kádirállomány egy vészének a pénzelésében is. Gondot okoz az is, hogy az intézmény épülete egyelőre nincs önkormányzati tulajdonban, hanem köztársaságiban. Ezért nem sok mindent tud csinálni az önkormányzat törvényesen, tette hozzá a magyar kanizsai polgármester. Másrészt pedig azon kell dolgozni, hogy a 12 munkahely be legyen töltve, mert hatalmas az a munka, amit a Magyar Kanizsai Szociális Központnak el kell látnia, fogalmazott Fejsztámer Róbert.